9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Rózsás sportverseny, rózsás zenék, táncok és műsorok. Rózsanap volt Ferencvárosban. Az idén első alkalommal megrendezett rózsanap a futó rózsák futóversenyével indult a Néru parton. Bár egyelőre még nem túl sok, de annál lelkesebb indulóval, akik között ott volt dr. Bácskai János polgármester is. A 9-es szám a 9. kerületben Ferencvárosban szerencsét hozott, de azért több is kellett, mint szerencse, mert hogy önök hárman lettek az első három helyezett, és egy családból jöttek. Szeretünk futni, próbálunk együtt is futni többször, és ez most meghozta az eredményét. Milyen gyakran vannak ilyen közös családi futások? Hát hetente futunk együtt. Hol szoktatok futni? Dunapart mellett is. És így hárman együtt? Igen. Volt-e valami technika elején gyorsabban, közepén gyorsabban, végén gyorsabban? Nem volt, ami a csövön kifért. Apu ezt szokta mondani? Igen. Nézte az óráját, tehát gondolom az is fontos volt, hogy mennyi idő alatt sikerült ezt a távot teljesíteni önmaga számára. Próbálom viszonyítani, fejlődést követni az órán keresztül. És most ez hogy sikerült? Hát nem vagyok meggyőződve, hogy megvolt a 3 kilométer, így még majd analizálom az eredményt. Folyárok! Mennyire gyakorlott futópolgármester úr? Hát régebben sokkal. Annó még maratont is futottam. Most már ez a 3 kilométer is elég komoly teljesítmény a részemről, de 5 kilométerig azért még jó vagyok. Annyi körülbelül elég ahhoz, hogy az ember tudjon létezni, meg kajakozni. És az idő eredménnyel elégedett? Tulajdonképpen igen, ugye ilyenkor már az is valami, és itt a résztvevőknek is elmondtuk, hogy ha már végig tud futni 3 kilométert, én biztatnám a nézőket is, hogy próbálják meg, hogy eljussanak 3 kilométerig, ez egy nagyon egészséges, normális táv is, idő is, az olyan 10 perc, negyed óra, ennyivel tartozunk a magunknak, a testünknek, és hát a többieknek is, tehát hogyha egészségesebbek vagyunk, akkor jobban el tudnak viselni minket. És ha valaki futni szeretne, akkor tudjuk ajánlani a Néru partot, mert hogy itt a Dunapart mentén gyönyörű. Igen, a terv már megvan. Azt szeretnénk, hogyha Margit-szigethez hasonlóan a Dunaparton lehessen végigfutni. Ez egy rekordtáv, kellene lefektetni, itt közvetlenül a part mellett, a vízre nézvést, csak hát a sok engedélyezés és természetesen a forrás, tehát ez 50 millió körüli összeg, azt kell összegyűjteni valahonnan, viszont akkor nagyon sok a körömére, itt is lehet majd futni. A futóverseny után indult a rózsák felvonulása a Bakás tér, Ferenc tér, Üllői út útvonalon. A jelmezbe öltözött fiatalok útközben rózsás kedvet hoztak az arra járóknak. A futóverseny eredmény hirdetésére már a Bakás téren felállított színpadon került sor, ahogyan az egész napos rózsás programokra is. Operettek, nóták, táncok, mesék, és még a humor is rózsás volt. Rózsafa virít az ablakom alatt, néked küld.
neked azt, hogy a szívem mindig a tiéd. Hát gondolom mindenki hallott a Híres Bolgár Rózsa olaj, meg a Rózsa mezők, a Rózsa parfüm, meg a készítmények, amit abból csinálnak. És mennyiben rózsás az öltözet maga, ugye a rózsa az ott van? Maga a rózsa, mi itt van a bal oldalunkon. Igen, és hogy ez a népviselet, az is dél-bolgáriai népviselet, és mondjuk a rózsai mező az ott van Dél-Bolgáriában. És mi jellemzi ezt az öltözetet? Hát ez a Pirinyi öltözet, ugye egy kicsit makedon-bolgár öltözet, hogy nagyon színes. Szóval, hogy nem tudom, hogy észrevettik-e, hogy az összes ruha különböző, szóval nincs kettő egyforma ruha. És ugye színes kendő, meg virágos kendő, meg virág, meg minden, szóval meg maga a díszítés is tele van virágokkal. Milyen nóta szól jól az ebédhez? Rózsás nóták a megrendelőnek és a Ferencvárosi Önkormányzatnak az volt a kérdése, mivel hogy rózsafesztiválról van szó. A fellelhető összes rózsás nótát volt szerencsék eljátszani a mai napjában. Például? Piros rózsák beszélgetnek, szép a rózsám, nincs hibája, hajlik a rózsafa. Gyakran hívnak egyébként tudatosan így, hogy szóljon a jó ebédhez a nóta? Hál' Istennek most már egyre többet itt a Ferencvárosban is, meg több helyen is újra kezd éledni a népzenei élet, nagy örömünkre. És hát ugye én nem először játszom itt a nagy színpadon több ízben, és hál' Istennek azért vannak megkeresések, most már ide inkább több. És tényleg jobban ízlik az ebéd ilyenkor? Ez hagyomány, ez már nem tudom hány száz éves hagyomány az, hogy hétvégén a húsleves rántott hús mellé állandóan szólt a cigányzene. És hogyha ez minden igaz, akkor ezek a hagyományok visszajönnek, és egyre többet lesz az, hogy jó ebédhez szól a magyar nóta. A rózsa keretében zajlik, és hát mi azon embercsoportba tartozunk, akik kapjuk ezt a virágot, és hát milyen okból lehet virágot kapni, rózsát kapni, lehet névnapra. Ugye engem Máriának hívnak, hát nem egy ritka név, ugye? Mondjuk, ha öt öreg néni összeáll, mint a krumplistészta beszélgetni, és oda köszönünk neki, hogy csókolom Marika néni, abból négy biztos, hogy vissza fog köszönni. Lehet születésnapra is virágot kapni. Mondjuk én a virágon kívül a kollégáimtól a 40. születésnapomra azt kaptam, hogy annyi lufit fújnak fel az irodámba, ahány éves vagyok. Na most azt mondták, hogy csak 40-re volt idő, a maradék 10-10 zacskóba odaadták nekem. Plusz meglepetés az volt, hogy már nem voltak szomjasak, amikor a lufikat fújták, úgyhogy attól függően milyen színű lufi durrant el, hol sörszag, hol borszag vett körül az irodában, aminek én borzasztóan örültem. Én szeretek fölkészülni minden egyes rendezvényre, tehát először is fölmérem, hogy hány, tehát milyen korú emberek lesznek, milyen rendezvényen veszek részt, és hogy ő passzoljon stílusba a mondani való. Ahogy hallottátok, nekem így a család körül szokott forogni ez a dolog, és én csak ilyen megélt élményeket tudok elmesélni, és ez, szerintem ez attól függ, hogy én ezt így másképp látom. Tehát egy optimista ember vagyok, és így minden próbálok arról az oldalról nézni, és szerintem ez, amit tulajdonképpen nem lehet így tanulni, hanem ahogy látja az ember, és én ezt próbálom így előadni, és meg kell szerkeszteni, tehát ez így van,
hogy legyen egy eleje, egy közepe, meg egy levezető rész. Mi is az a K.O. Média stúdió, aminek a tagja vagy? A K.O. Média stúdiót Orosz György és Kálai Kriszta indította el, és tulajdonképpen ez azért jött létre, hogy eddig csak a Duma Színház volt itt kis hazánkban. Jól megférünk egymás mellett, egy ilyen kis társulat. Egy társulat, akinek a tagjai közt van például Ihos József, Somogyi András, Rokkel Zsolti, Beleznai Endre, Naksa Zoltán, és tulajdonképpen tőlük is szoktunk itt tanulni. Négyen ülünk a szobában, és elhangzik az 5 éves fiam szájából a kérdés, hogy hogyan születik a kisbaba. Hát akkor én így apára néztem oldalra, hogy hát ha esetleg ő szeretné ezt elmondani, de a legnagyobb megdöbbenésemre úgy nézett vissza rám, hogy azt láttam rajta, hogy tulajdonképpen őt is érdekli a dolog. Hát mondom, jó, akkor ezt bevállalom, mondom, tudod, kicsim, mint minden más rendes anyuka meg apuka, mi is szoktunk szerelmeskedni. Erre megszólal a gyerek, hogy de hát ti nem is szoktatok olyat csinálni. Erre megszólal az apja, hogy ugye, hogy a gyerek is kevesli? Cseperedjen ez a lányka olyan széppé és okossá, hogy az egész világon ne legyen párja. Amikor a királylány betölti 15. életévét, és megszúrja az ujját egy orsóval, 100 éves álom szálljon a szemére, melyből egy királyfi szerelmes csókja ébresztheti fel. Ez az én ajándékom. Köszönjük, kedves tündér! Hálánk elkísér örökkör-örökké! Köszönjük, kedves tündérek, jó kívánságaitokat! A Túrai Ida Színház előadásában láthattuk a Csipke Rózsikát, amit egy igazi Csipke Rózsika választás követett. Minden a rózsáról szól a mai napon itt a Bakács téren, de miért éppen a rózsáról? A Ferencvárosi Művelődési Központ átgondolta, hogy milyen régi nagy hagyományos rendezvényei vannak a kerületnek, és próbáltunk valami újat is kitalálni a nagyon jól bevált régi kulturális rendezvények mellé. Hát az egyik ilyen újdonság a Rózsa Fesztivál, aminek az ötletét az adta, hogy megismertük Mohi Sándornak a filmjét, a Rózsa Ember című filmjét, amelyben bemutat egy olyan házas párt, akik Rózsa Nemesítők, Márk Gergely Rózsa Nemesítőről és feleségéről van szó, akik az életüket a rózsának szentelték. És akkor ilyenkor már az ember úgy tovább álmodja ezt az ötletet, hogy milyen szép lenne, hogyha Ferencvárosban az egész Bakács tér rózsában úszna, és tovább gondoltuk, hogy a rózsa nem csak úgy fogható meg, mint egy szálvirág, nem virág formájában, hanem a művészetek minden ágában, a legkülönbözőbb, a képzőművészeti alkotásokban, a zeneművészeti alkotásokban, a táncban, a népzenében, a népdalban, tehát mindenben föllelhető a rózsa, és elkezdtünk kutatni, hogy akkor mi legyen az, amit e köré tudnánk csoportosítani. Természetesen még sokkal-sokkal több rózsás dolgot tudnánk bemutatni itt a kedves érdeklődőknek, mint amit most ez az első Ferencvárosi Rózsa Fesztivál biztosít, de úgy érezzük, hogy első alkalommal ennyi fért bele a Rózsa Fesztiválunkba. Tehát valóban próbálunk kitekinteni minden műfajba, és a kisgyermekektől kezdve a legidősebb korosztályig mindenkinek próbálunk megfelelő kulturális szórakozást biztosítani. Mit szimbolizál számodra a rózsa, és mit szeretnél, hogy az elkövetkező években mit jelentsen a rózsa Ferencvárosnak? Azt szeretnénk, hogyha ez pont egy olyan fesztivál legyen a jövőben, egy olyan rendezvényén nőné ki magát, hogy Ferencváros saját magának érezze ezt a rendezvényt.
A rózsa az összetartozást szimbolizálja számomra, és azon dolgozunk itt nagyon-nagyon sokan, hiszen nagyon sok együttműködő partnerünk van már ezzel az idei fesztivállal kapcsolatban is. Azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben a ferencvárosi lakosság is teljesen a magáénak érezze ezt a rendezvényt, és majdan egy későbbi rózsafesztiválon már minden erkélyen ott legyenek a rózsák, és a lakosság is ezt olyan szeretettel fogadja, hogy teljes létszámban részt vegyen, mondjuk a futórózsák futóversenyen, a rajzversenyen, az ezzel kapcsolatos rózsás pályázatainkon, amiket most is az óvodás és az iskolás és a felnőtt korosztály számára is különböző területeken igyekeztünk már népszerűsíteni. Itt még nagyon sok munkánk van ezzel kapcsolatosan a jövőben, de bízunk benne, hogy hosszú, kitartó munka és színvonalas programterv és egy jó koncepció keretében ezt meg fogjuk tudni valósítani. Össze tudod számolni, hogy hányadik alkalommal léptek fel itt a Bakás téren? Én úgy érzem, hogy évente 2 vagy 3-szor léptünk régebben föl. A klubunk 46 éve működik, és a klub kezdete óta itt mi mindig vagyunk. Hát ezek szerint 100 és 120 környékére satszolom. Milyen rózsás koncerttel készültök ma este? Hát a Dixielandben a rózsa az azért furcsa fogalom, mert azért New Orleansben egy rózsatelepet nem is igen láttam. Ott vannak pálmák, meg mit tudom én, milyen fajta növények. Tehát a Dixieland és a rózsa így egyfolytában nem igaz. Az, hogy
A Red Roses for a Blue Lady-t eljátsszuk például, a Vörös Rózsát a Szomorú Hölgynek. Látom rajtad, egyáltalán nem vagy szomorú, de remélem a közönség is teljesen jókedvű lesz. Vagy ezen kívül a La Vie en Rose, amelyik ugye mégis Edith Piafnak egy óriási nótája. Az a lényeg, hogy a rózsa mit jelképez. A rózsa szépséget, a rózsa szelítséget, hiába van tüskéje, a rózsa mindig valamit ránéz, akkor érzi azt a meghatottságot, hogy a színével, az illatával mindennel beférkőzik az ember lelkébe. És arról nem is beszélek, hogy rögtön a szívenk választotja jut eszünkbe, mert a minimum 700 vörös rózsával kinek kedveskedünk, annak, akit szeretünk. Tehát a rózsa mindenféleképp az együttélés, a szeretet, a megbékélés virágának tekintem én, és nagyon remélem ez a rendezvénysorozat is erről szól. Has money when she wants to pay. No pretty clothes, they'll never be mine. But if her dreams come true, that sun's gonna shine. Yes, she wants a buttered eggman, a great big buttered eggman down south. Otthon, város, Ferencváros.